Azzal, hogy a kormány megemelte a megengedett aflatoxin mértékét a tejben, megmentette a mezőgazdaságot, mondta Goran Knežević. Az agrárminiszter hozzátette, Szerbia nem elég gazdag ország ahhoz, hogy napi 300-400 ezer liter tejet kidobjon, miközben a világ kétharmadába kiszállíthatná azt. Knežević Alexander Vučić kormányfőhelyettessel is egyeztetett a tejbotrány kapcsán. Upoznao sam ga sa svim činjenicama vezanim za ovu aferu. Upoznao sam ga sa eventualnim propustima koje su se desile u sistemu bezbednosti hrane, ali sa druge strane sa medijskim hajkom i sa eventualnim političkim kontekstima čitave priče. A szerb haladó párt vezetősége szombaton rendkívüli ülést tartott. A pártelnök hétfőn nyilatkozik a párt álláspontjáról. A Szerbiában kialakult helyzetért az egész kormány felelős, nem csak az illetékes miniszter, jelentette ki Csedomir Jovanović. A liberális demokrata párt elnöke szerint a kormány politikáját az utóbbi hónapokban a zűrzavar és a felelőtlenség jellemzi. A megengedett aflatoxin szint tízszeresére emelése minden európai mércével szembe megy, így gyakorlatilag lehetetlenné válik majd tejet exportálni Szerbiából, véli Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke. Amennyiben nem állítják vissza a tejben lévő megengedett aflatoxin határt 500 mikrogramra a jelenlegi 5-ről, Szerbia nem tesz majd eleget az euróintegrációs feltételek egyikének, közölte a szerbiai EU küldöttség. Az országból származó tej ugyanis így alkalmatlan lesz a kivitelre az unió országaiba. Goran Knežević illetékes miniszter megerősítette, hogy az Európai Unióba történő csatlakozás előtt mindenképpen meg kell majd változtatni a jelenleg életben lévő rendelkezést. Tavaly az országból 70 millió dollár értékben szállítottak ki tejet és tejterméket, a behozatal pedig 50 millió dollár értékben történt. Legtöbbet Montenegróba, Boszniába és Macedóniába exportálunk, az EU-ból pedig importálunk. A szerb termelők évente mintegy 1,4 milliárd liter tejet állítanak elő. A tejbotrány egyébként a legfrissebb szerbiai közvéleménykutatások adatai alapján nem hat ki különösebben a pártok népszerűségére a lakosság körében.